Cső, egy gyors videó, YouTube dráma és YouTube dráma szakköre. Ami annyiből áll, hogy a YouTube-on szeretnek nagyon sok embert kipécézni maguknak és mindenkit megkörnyékezni, aki live-ozik vagy aki kezdő videós, és támadják nagyon sokan őket. Van, akik foglalkoznak vele, van, akik nem. És oda visszamegy a dolog. Reagálsz, vagy hagyod, vagy belemész, vagy sajnos nem tudsz kimászni belőle. A YouTube-on mindig vannak ilyenek, vannak olyan videósok, akik nem foglalkoznak vele, túlteszik magukat rajta, és csinálják tovább a dolgokat. De vannak, akik belemennek, én is követtem már el hibát, de úgy vagyok, hogy nem érdekel, tehát igazából azt ír, amit akar, mert szemtől szemben nem fog semmit tenni. De azt gondolom, tehát én nekem kellene félnem attól, hogy ők akarnak megverni engem, de én féljek. Tehát nem értem a logikát, nem? Tehát tegyük már rendbe a dolgokat, mint ahogy a baba, amikor bekakil, akkor tisztába teszik, nem? Tisztába teszik a dolgokat, öntsünk tiszta vizet a pohárba, a piszkosat meg öntsük ki, és ennyi. A YouTube dráma az mindig lesz. Tehát YouTube-on mindig vannak problémák. YouTuber YouTuberrel harcol. Ha valaki más, mint az átlagos ember, akkor azért támadják. Ha valaki valami kijelentést tesz, átforgatják, átalakítják, és nem úgy adják elő, ahogy kellene. Ezért is alakulnak botrányok, bajok, meg egyebek. Tehát ez mindig így alakul. Tehát vannak azok a bizonyos körök, akik azon ügyködnek nap mint nap, trollkodással, hogy szétszedjék egy adott illető videóját, live-ját. Nem tudom, hogy ez miért jó a trollkodás, de élvezik biztos. A fiatal korosztály, aki inkább ez a 10 és 14, akár kicsit 14-től feljebb is szeretik ezt csinálni. Én nem tudom, hogy miért van ez, vagy miért menő, de gondoljátok át jó, hogy ennek van-e értelme. Tehát YouTube-on mindig lesznek drámák, de miért kell mindig szíteni a tüzet? Miért jó, hogy a másikba belerúgsz? Nem? Tehát kérdezem én, hogy miért találjuk meg azt, aki új? Tehát kipécézik maguknak azokat, akiket nem kellene. És folyton megy a dráma, meg megy a vita, meg megy a háború. Közben beugrott a béka a vízbe. Semmi baj. Na, itt még milyen csöndecske van közben. És én nem értem ezt a dolgot, hogy miért alakul így. Értem én, hogy mert most unatkozik valaki, és ő nem tud olyan videókat készíteni, vagy nincs meg rá a tehetsége, vagy egyszerűen fél attól, hogy kamera elé álljon, mert szégyeli magát, és nem tudja, hogy mit mondjon. Azért nem hiszem, hogy másokat kellene bántani, vagy másokat kellene csesztetni, vagy akár hibáztatni. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek van lehetősége arra, hogy a telefonján bekapcsolja a kamerát, elindítsa a felvételt, és beszéljen. Már ha tud, miről beszélni, de szerintem mindenki tudna, csak vannak azok a csoportok, azok a körök, akik inkább élvezik azt, hogy beszólhatnak, és ezáltal örömöt okoznak saját maguknak, másnak meg lelkisérülés, lelki fájdalmat és még nagyobb problémákat az életben, mert sokakat érint ez a dolog, és sok ember nem tudja ezt a dolgot hová tenni. Jól gondoljátok át! Sziasztok, találkozunk a következő videóban. YouTube dráma, YouTube problémák is. YouTube YouTuberrel harcol. Legyen béke, ne trollkodj, és ne bánts senkit. Téged is ugyanúgy bántatnak, mint te mást. Ezen gondolkodj el. Szevasztok!